Szombaton a bajai NKK az alapszakasz utolsó hazai mérkőzésén a Ceglédet fogadta. A képlet egyszerű volt, ha nyer a csapat, biztosan hatodikként zárt. Nos, ezt Stevan Čupić gárdájának sikerült megvalósítania, hiszen egy pontszegény mérkőzésen, az első negyedet leszámítva végig jobb volt ellenfelénél, és végül 57-46-ra győzött. Első negyed a vezető 14-9 a Cegléd csapat. Mi csináltam ugyanaz eredmény a másik negyedben, és a 23-23 szerintem ez a kézilabda eredmény volt a felidőben. És utána a harmadik felidő, mi talán a ritmus, a jó védekezés, szerintem 6 vagy 8 pont kaptunk a harmadik felidő, és csináltam az 20 pont vezető, és utána én próbáltam játszik a minden játékos. És gratulálom a lányok, a 6. hely, szerintem ez a történelmi siker a bajai kosárlabda női csapat. A bajai lányok az alapszakasz utolsó fordulójában immár tét nélküli találkozóra a Fradihoz utaznak, majd a rájátszásban következhet a Pécs, ami azért szerencsés, hiszen a nagy csapatok közül a Baranya megyéiek vannak tőlünk a legkisebb távolságra. A mérkőzésen debütált az új eredményjelző, melyet a klub a társasági adóból befolyt összeg egy részéből vásárolt 4 millió forintért. Az önkormányzattól azonban a tavalyi 31 millió helyett sokkal kevesebbet fog kapni az egyesület, és mivel a TAO-s pénzek a felnőtt csapat fenntartására nem fordíthatók, így bizonytalan, hogy a jövőben lesz-e NB1 alcsoportos csapat Baján. A városnak ezzel a döntésével az egyesületünk nagyon nehéz helyzetbe került. Több mint 10 éves munkánk került veszélybe. Hétfőn rendkívüli elnökségülést tartunk, utána valószínűleg rendkívüli taggyűlést tartunk a szülők számára. Meg fogjuk beszélni, át fogjuk gondolni, hogyan tovább. Nemhogy szinten tartani, életben tartani is nagyon nehéz lesz az egyesületet. Az elnökség és az egyesület vezetése mindent meg fog tenni azért, hogy a csapat és az egyesület fennmaradjon. Hétfőn egyébként nem csak elnökségi ülés lesz a BNKK-nál, hanem a klub eddigi legnagyobb sikereként elért 6. hely megünneplése is, mely alkalomból a csapatkapitány Kühn Annának 100 palacsintát kell sütnie.